Sziasztok, Oli vagyok, és hát korábban készítettem egy ilyen top 10 science fiction listát, de az a helyzet, hogy elég sokat gondolkodtam rajta, és néhány gondolatom lemaradt erről a listáról. Egyrészt azért, mert esetleg nem teljesen tiszta science fiction erről van szó, másrészt pedig olyan is lehetett, hogy majdnem rákerült a listára, de aztán végül mégse raktam rá, szóval úgy gondoltam, hogy akkor csinálok még egy top 10 science fiction listát. Ez a lista már tisztán anime sorozatokat tartalmaz, tehát nincs rajta featured film. Kezdjük is akkor el a listát. 10. helyre raktam Parasite the Maxim from 2014-ből, bocsánat. Hát ez egy elég érdekes kis történet. A paraziták szállják meg a földet, és hát céljuk, hogy behatoljanak az emberek fejébe, és akkor átvegyék az irányítást. Kisebb problémák is történnek azért ebbe az egészbe. Például a hősünknek a kezébe sikerül a parazitának hozzácsatolódni, így aztán nem jut el az agyáig, így aztán egyrészt az emberek is se nézik jó szemmel, ha ilyen történik, másrészt meg a paraziták is észlelik, hogy valami gond van, úgyhogy megpróbálják kiiktatni, úgyhogy elég keresztűzbe kerül hősünk, úgyhogy nagyon érdekes kis történet. Nézzük a következőt. 9. helyre raktam ezt a Chrome Shell Ridges 2009-ből. Érdekes kis sztori. Igen, hát ez nem annyira science fiction, inkább ilyen power anime, de azért nagyon érdekes a világ körülötte. Egy posztapokaliptikus világot akar ábrázolni, ahol az emberek minden kis dologért túlélés harcot kell vívjanak. Nagyon érdekes kis sztori. Nézzük a következőt. 8. helyre raktam Oban Star Racert 2006-ból. Hát ez egy nagyon szép, gyönyörű anime. Nagyon érdekes háttérsztorival, minden esetre az az érdekes benne, hogy ez nem csak egy sima racer anime, tehát elég sok versenyanime van forgalomban, de ez azért jó, mert hogy tényleg a történet maga érdekes, ráadásul jó kis sötét erők gyülekeznek a háttérben. Maga a sztori, hát kicsit ez a kocsi verseny, ez nyúlása a Star Wars-ból, csak hát persze a Star Wars is nyúlt a Ben Hurból, szóval vagy ki tudja, hogy ki honnan nyúlt, mind a minden esetre az a lényeg, hogy ez egy jó kis anime. Nézzük a következőt, World Trigger 2014-ből. Hát ez egy elég populáris anime, tehát nagyon sok hogy mondják ezt, nagyon sok követője van, de ez az a lényeg, hogy a alienek vagy idegenek egy lyukat hoznak létre, ahol be tudnak jönni a földre, és akkor rabolni a szegény embereket. A lényeg, hogy hol létrehoznak egy ilyen border nevű szervezetet, ami próbálja védeni a földet. Úgy, ahogy sikerül is. Mindenestre kiképeznek egy csomó embert, akik idegen technológiát, amit sikerül összeszedni, azokkal próbálják védeni a földet, és a történetünk azzal kezdődik, hogy egy idegen érkezik a földre, és próbál segíteni a földnek védeni magát. Jó, nézzük a következő helyezettünket. 6. helyre raktam Erased from 2016-ból. Már megint félig angolul beszélek, bocsánat. A lényeg az, hogy ez egy nagyon érdekes kis anime. A főhősünknek egyetlen egy kis képességecskéje van,
hogyha valami rossz történik, akkor lehetőséget kap, hogy esetleg kijavítsa, egyszerűen visszamegy a múltba. Jó kis szerény kis képesség. Aztán gyakorlatilag a történet elején egy nagyon csúnya dolog történik, ezért egy óriási ugrik vissza az időben, hogy kijavíthassa, mert általában csak egy-két percet ugrik vissza, de ebbe az esetben visszaugrik gyereknek, és megint iskolába kell mennie. Szóval jó kis sztori, érdemes nézni. Nézzük a következőt. 5. helyre raktam From New World 2012-ből. Hát ez egy tényleg szép anime. Egyetlen kis problémája van, hogy borzasztóan sötét, és minden egyes epizóddal csak mélyebbre megyünk a sötétségbe. Gyakorlatilag ez egy posztapokaliptikus anime, megint csak a történet arról szól, hogy az embereknek, mindegyikőjüknek van egy ilyen, gyakorlatilag képességei vannak, mondhatjuk mágiának, vagy akárminek, minden estre, de ilyen fékus képességeik vannak, és hát elég nehezen tartják kordában. Tehát, ahogy megyünk előre az animébe, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy mindent megpróbálnak megtenni, hogy kordába tartsák ezt a fékus hatalmat, csak hát nem nagyon megy. Szóval elég kemény kis történet, főleg, hogy gyerekek játszanak gyakorlatilag végig bennem. De mindestre én ezt kisgyerekeknek egyáltalán nem ajánlom. Nézzük a következőt. 4. helyre raktam Psycho Pass 2012-ből. Nagyon érdekes történet. Gyakorlatilag ez egy ilyen jövőben játszódó történet, ahol gyakorlatilag a technológia olyan szintre jut, hogy ránéznek egy embernek az agyára, és akkor azonnal észreveszik, hogy valami probléma van vele, tehát gyakorlatilag megőrül, vagy valami gyilkos szándéka van, vagy valami hasonló, és akkor ennek a dolognak, ez egy gyakorlatilag egy technikai dolog ez, és gyakorlatilag mi itt ilyen detektívekkel nyomulunk a történetbe, és próbáljuk elkapni a esetlegesen potenciálisan gonosztevőket, vagy potenciálisan bűnözőket. Ami tényleg egy elég sötét animéről van szó, mivel nagyon hasonló az érzet, mint a 1984 világa, ahol ugye a nagy testvér figyeli a kis embereket. Ez nagyon hasonló szituáció. Oké, nézzük a következőt. 3. helyre raktam Planets 2003-ból. Na, ez egy teljesen tiszta science fiction. A jövőben játszódik. Gyakorlatilag egy lányról szól, meg a csoportról, ugye, mert a lány felveszik egy ilyen technikai céghez, aki astronautákat alkalmaz, és hát ő szépen kap egy olyan borzasztó, nagyon lebecsült állást, hogy szemetet kell szedni a Föld orbitális részén. Hát nyilván a csapat az elég jó, minden este szegények mind szenvednek, mert nagyon keveset fizetnek nekik, meg nagyon alá vannak becsülve, minden este kiváló astronauták, szóval nem kell lebecsülni őket. Magát a történetről nyilván tele van pszichológiával, mert kevesen vannak fönn az űrben. A föld populációjához képest meg nyilván elég nagy feszültségek vannak, mivel hogy ez csak lassan derül ki a történetből, hogy gyakorlatilag egy-két ország magáinak tartja az űrt, és akkor az összes többi föld összes többi ország az nem részesül abból, amit leszednek az űrből, szóval elég kemény kis történet. Ezt tényleg ajánlom mindenkinek, mert ez egy szép science fiction.
Nézzük a következőt, ez egy ilyen tavalyi kis újonnan jött anime, Astra Lost in Space. Második helyre raktam, hát ez tényleg egy jó történet. Egyetlen kicsike kis problémám volt vele, hogy túl sok benne a mágikus véletlen, tehát hogy ezt úgy szokták jó görögösen mondani, hogy God from the machine, szó, vagy nem tudom, ez már angolul van, de ezt a lényeg, hogy hirtelen történik valami, és akkor jön valami segítség a semmiből, tehát elég sok ilyen elemet tartalmaz maga a történet, de egyébként nagyon nézhető és szép anime. Nézzük a következőt, igen, hát az első helyre raktam The Irregular at Magic High School 2014-ből. Magic High School, jó, tehát most akkor mágia vagy science fiction. Hát gyakorlatilag ez egy olyan science fiction, ahol a mágia már gyakorlatilag egy technikai skill, tehát ez egy ilyen jövőben játszódó anime, és gyakorlatilag programozó az egyik hősünk, a másik meg egy borzasztó erős, tehát olyan ember, aki nagyon rengeteg erőt tud belenyomni a programozott valóságba, ami gyakorlatilag mágiaként jön elő. Nagyon érdekes kis történet. Két fősünkben megy a mágia iskolába, és akkor nyilván két extra erős emberről van szó, tehát nem véletlen, hogy őket követjük. Na, mindegy. Lényeg a lényeg, hogy ez volt a mai listánk, remélem, hogy tetszett. Szóval mindenkinek minden jót.